Voltak már önök olyan workshopon, ahol megérinthették egy mesevilág különleges báb figuráit? Hát most jöjjenek velünk, ismerkedjenek meg a Vajang Kulittal, egy különleges művésszel, sőt, jöjjenek be velünk a Magyar Zeneházában tartott árnybáb játék előadásra is. És akkor vannak a szörny karakterek. A szájukon is látszik, vérszomjas szájuk, meg fogaik vannak. Szintén nagy orruk, fontos az ez a nyitott száj, a fogakkal. És most, hogy a karakterekhez hangokat is társíthassunk, ezért most megmutatja Purba úr, hogy milyen hangok kapcsolódnak egyes karakterekhez. Nolingi, paman kondomono. Kulong aturakan sembah paman, kulong aturakan pangabekti paman Gondomono. Yo, Canoko tak tompo kawi gede ning atiku. Drupadi, kue bakal tak dadekake sayembara. Nuwuninge paman, ngaturakan panuwun paman. Itt most a női karakternek a hangját hallhattuk. Aku di Jokolo Prakalpom! Sokongen di pinang kamu. Tehát láthatják, hogy a karokat hogy mozgatja. Nyilván úgy kell beállítani mind a két kart, hogy könnyen lehessen mozgatni őket. Sokféle báb van Indonéziában, nem csak ez a bőrbáb, vagy vajang báb, hanem másfélék is. És ezekhez különböző történetmesélési módok tartoznak. Valahogy az árnybábjáték előadást úgy kell elképzelni, hogy az alapja ősi eposzok és epizódjaik, viszont természetesen bele vannak szőve a jelen történései is, a helyhez kapcsolódó történetek, ahol az előadás zajlik, és ez mindez részét képezi az egész előadásnak, tehát hogy nem szorosan egy ilyen felmondása az eredeti történeteknek. Janaka. Kowe kuwi saiki wis kesiksa batinmu Janaka. Sedilo engkas 12 taun. Mongko tak guang meneh 12 taun tegese. Likur talun, mutar menang. Pontosan ezért van arra szükség, hogy élőben fordítsák az előadáson elhangzó szöveget, mert hogy nincs előre megírva, hanem ott spontán alakul ki a dalang fejében is, hogy éppen mit akar üzenetet közvetíteni, vagy mit akar hozzáadni. Éppen olyasmi is lehet, most ezt én teszem hozzá, hogy olyasmi is lehet, hogy nem tudom, tegnap történt vele valami, és akkor azt valahogy beleszövi a holnapi előadásba. Ez simán előfordulhat. Iki bisa kanggo ngrata donya iki menapa ora percaya karo aku kok. Mboten lho. Sing ajeng mangkate niku supaya niku anake Bathara Indra. Niku widodari, wayu mboten lho. Jumur putih wayu. Tur niki awake niku ngeten. A karakterek alapformája az adott. Tehát valószínűleg az árgyúnák azok mind így néznek ki valahogy. A részletek azok mindig egy-egy dalanghoz kötődnek. Például az orrnak a szöge, hogy mennyire felfelé néz, középre néz, lefelé néz. És ilyen apróságokra kell gondolni, hogy ez adja valamelyik dalangnak a saját stílusát. Tényleg a kidolgozottság az, hogy milyen finoman vannak kifaragva, kilukasztva a karakterek. Tehát ő úgy alakította ki ezt a karaktert, hogy valahogy a test felépítése esztétikailag neki megfelelő legyen, és akkor ez valahogy mássá teszi.
Tehát, hogy olyan különbségekre is kell gondolni, mint hogy szerinte, ami nem esztétikus vajang figura, az nagyobb a feje, mint kellene, vagy nem annyira jól van kialakítva a testi része. Azt szeretném kérdezni, hogy kézbe foghattunk egy olyat, ami nem volt mozgó rész, egy olyan figurát, olyasmi volt, mint egy ház, hogy az mire szolgál? Nagyon sokféle értelemben használják ezt a figurát a vajangelőadásokban. Tulajdonképpen a világot, az életet szimbolizálja, kicsit hasonlít az életfához, csak ez egy hegy. Tehát a legfőbb funkciója az előadások kezdetén és a végén van. És az előadások közepén, ha felbukkan, akkor az azt jelenti, hogy egy rész vége van, és egy új rész. Tehát minden olyan jelenséget tud szimbolizálni, amit a karakterek nem. Ilyen értelemben szimbolizálhatja a szelet, a vizet, a tüzet. Ha tűz esetében például, akkor a hátoldal az vörös, és minden egyebet is, tehát erdőt, életet, mindenfélét. Csak egy nagyon egyszerű kérdés, hogy arról volt-e szó, hogy hogyan munkálják meg ezeket tehát hogy csipkézik ki ennyire gyönyörű részletesen és finoman, mivel, meg milyen szerszámok? Vizibivaj bőr. Bőrre ráhelyezik ezt a formát. Megformálják ezt a karaktert a bőrön. És aztán megformálják a díszítéseket rajta. Ezekben. Mint egy orvos lenne, tehát rengeteg ilyen fém pálca vagy valami van, amivel kilukasztja ezeket. Tehát ugye a legkisebb lukat azt így lehet kiformálni, hogy ilyen nagyon aprólékos mozdulatokkal és ütésekkel kifaragja a bábjátékos. És amikor ez megvan, akkor lesimítják a felületeket, két oldalát, és akkor az egészet először fehér festékkel levonják, és akkor a festési folyamat az pedig úgy zajlik, hogy ugye hozzáadják a színeket, de a színeket is úgy adják hozzá, hogy mindig a legvilágosabbtól mennek a legsötétebb felé. És minden igazából megvannak ezek a szabályok a karakterekhez, hogy milyen színeket lehet használni. És ha közelebbről meg fogják nézni, akkor látod, hogy a színek között, illetve a részletek között vannak olyan bizonyos vonalak, amiket szintén meg kell húzni, ezt ezután a folyamat után csinálja meg. Hogy ez a bivajnak a szarvából készül, ez a fogórész, meg a tulajdonképpen, ami a gerincét alkotja a bábnak. Ez egy darabból készül, ez mindig egy darabból készül, kialakítják a formáját, a díszítését, és tulajdonképpen tűz segítségével hajlítják meg, hogy ilyen formájú legyen. Körülbelül egy hónapba telik egy darab bábi elkészítése. Azt szeretném kérdezni, mert ahogy itt figyeltük a művész urat, olyan gyors mozgása van, hogy néha én követni nem tudom, és már átcserélte a bábút. Ezen kívül itt googolt előttünk percekig, hogy kell-e neki valamilyen módon tornával tartania magát, hogy mindig képes legyen erre, és hogy milyen hosszan tudja ezt csinálni, amikor előadás van. Azt kell elképzelni, hogy ő az, aki irányít mindent az egész előadás során. Ő mozgatja a bábokat értelemszerűen, ő irányítja a zenészeket, a zenét is értenie kell, irodalmat is tudnia kell, nyilván az alapvető történeteket tudnia kell kívülről, és tulajdonképpen az egész előadás az ő személyén keresztül hat, és az ő személyében összpontosul. Egy előadás az egy egész estés előadás, az eredeti. Tehát így kell ülni, illetve van egy olyan szerszám, amivel jelzéseket ad a zenészeknek, azt ezzel a lábával irányítja, és egész este. Tehát ezt el kell képzelni, hogy igazából egy előadás az általában 8 órán keresztül zajlik. Az egész este. És aztán visszamegy a... Hát a vétről. Hogy kapturunk állítárunk, jó?
kulon boten badhe wangsul dhateng Imoy Mantok. Dewa tegese ora adil. Mula dina iki dewa bakal waneni. Sira wani kelawan dewa bakal entuk pidana bidanan aku ra wedi. Pagar semalambung ngaten gagal. Kotone kaya aku abar kraton dicatet kanthi loke para dewa. Siji kawe loro kawe Prabu Suprapa lan loke para dewa. Aku tak ratu ning tilu. Mboten mapan. Bekeke semakaten. Niki Rama pukulun nanging kados pundi ingkang kula pancer ageng ing katresnan kula dhateng Pangeran Janaka mboten kenging dipun lintoni dening menapa kemawon. Weh, ladala. Enten napa bendina kok susah den. Dibuang 12 taun sak niki pun entuk 11 taun. Mung kantun sekedap alih niki pun saged mantuk. Niki pun saged mulih mung kali setahun. Setahun iku sedilu. Kedves nézőink, és most megismerkedhetünk egy igazi művésszel, egy dalanggal, azaz egy ányváb játékossal. Különleges szakma ez, de inkább művészet. Épp ezért arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy bábjátékosnak mi a küldetése. Terima kasih. Saya sebagai dalang mempunyai tujuan untuk mengabdikan hidup saya di dalam dunia seni. Utamanya seni pedalangan yang saya legfőképp az általam egy életen át csodát és tanult. Árnyi bábjáték művészetnek szenteljem az életem. Engem a folyang művészete éltet, és azt a tudást, amit egy életen át szereztem, a folyang becsületét és méltóságát szeretném átadni azért, hogy hozzájárulhassak az ember élet minőségének emeléséhez, és ahhoz, hogy jobb emberek kiváljanak azok, akik a művészetemmel találkoznak. Kíváncsiak vagyunk, hogy a dalang mennyiben mese, történetelbeszélés, vagy mennyiben akár egy társadalomkritika. Alapvetően minden olyan előadás morális üzenetet közvetít méghozzá, igen komplex módon. Felhasználja a drámaművészet, az irodalom, a zene, a mozgásművészet különböző elemeit, és még sok egyéb művészeti forma elemeit is. Humoros elemek is vannak benne, és mindenféle egyéb is. És mindez teljes megmondhatatlan egységbe forr össze az ányváb játékművészetében, annak érdekében, hogy ilyen esztétikai köntösbe öltöztetett módon közvetíthesse azokat az alapvető emberi értékeket, amelyeket fontosnak tart. Mindezt pedig annak érdekében, hogy a bolyang előadás nézője tulajdonképpen a saját életére önmagára ismerhessen rá, miközben az előadást figyeli. Ha most szakmai szemmel nézünk egy dalangot, rengeteg sok mindent csinál. Nem egy művészeti ágban, ahogy erre utalt is. Most én arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lehet tanulni dalangnak? Hogyan lesz valaki dalang? Seseorang menjadi dalang, dalang alapvetően kétféle módon lehet az ember. Egyrészt beleszülethet egy olyan családba, ahol ezt a művészetet már több generáció óta űzik, így tehát, mint egy örökséget kapja és viszi tovább ezt a tudást az ember magával. A másik lehetőség, hogy hivatalos oktatás keretein belül sajátítja el valaki az ányvábjátékos mesterséget. Ami engem illet, nekem mind a két mód megadatott, hiszen egyrészt már az apám, a nagyapám és az ő apja és nagyapja is dalangmester volt. Másrészt kiálltam a hivatalos utat, elvégeztem a dalangmester képzőiskolát is. Csak remélni tudom, hogy mindaz, amit a családomtól és mindaz, amit az egyetemen tanultam, kiegészíti egymást. És így alkot szerves egységet. Kan apa yang saya pelajari itu menjadi komplit itu. Vajon vannak erre iskolák, és mennyiben számít az iskola, és mennyiben a tehetség?
Ahogy az előbb is említettem, lehet családi örökségnek köszönhetően, vagy tanulás útján elsajátítani a dalang művészetet. Én tanítom is a vajangot, nagyon sok tanítványom van az egyetemen is, meg azon kívül is. Ami biztos, hogy a vajang az én életemben nagyon fontos szerepet tölt be, talán fogalmazhatunk úgy is, hogy tényleg arra születtem, hogy dalangmester legyek. És nagyon hálás vagyok ezért, mert a művészetem révén nagyon sok helyre eljutottam a világban. Külön szeretném megköszönni Kici Emersonnak és az Ekalája Művészeti Stúdiónak, hogy lehetővé tették ezt a mostani utazást is. Kici Emersonnak nagyon sok mindenért hálás lehetek, nem csak mint az ilyen nemzetközi projektek szervezőjének, hanem mint az előadásaim állandó fordítójának, tolmácsának is. Nélküle azt hiszem, hiába adok elő, mondjuk Magyarországon, nem tudnék eljutni az itt közönséghez, nem tudnék eljutni az emberekhez, akik megnézik az előadásaimat. Ez nagyon fontos, ha az ember nemzetközi szinten szeretne megmutatkozni. Ha hiszik, ha nem, két előadás után vagyunk így, elég késő este, és meg sem látszik a fáradtság a mi dalangunkon. Ezt hogy lehet erővel, fizikai erővel bírni? Ezek a vajang előadások általában egész estén éjszakán tartanak. A mostani előadás csak egy óra hosszú volt. Kétszer adtuk elő, csak két óra volt összesen. De való igaz, hogy a rövidebb vajang előadások is fárasztóak, kimerítőek tudnak lenni. Szóval, ha valaki nincs ehhez hozzászokva, az nagyon át tud fáradni. Az ilyen előadások nagyon sűrűek. A dalang irányít mindent, ami az előadáson látható és hallható. Ő mozgatja a bárkat, ő irányítja a zenészeket, ő mondja a történetet, énekel, viccelődik. És minden elemet, ami a vajang világát alkotja, nagyon pontosan, tömören, gondosan válogatva és összeállítva kell a közönség elé. De mégis élvezhetően. Ez az, ami nehéz benne. Valóban így van, mi is láttuk, hogy rendező, bábjátékos, színész, énekes, karmester, szóval minden egyszerre, ami számunkra tényleg lenyűgöző, és szinte hihetetlen. És emellett humora van. Egy pár szót, ha mondana azokról a kis közjátékokról, amiben most nekünk rövid ideig lehetett részünk, mégis élveztük, sőt, még nevettünk is néha. Fordítás nélkül nem valószínű, hogy olyan sokat tudott volna nevetni a közönség, már vannak olyan elemek az előadásokon, amik önmagukban nyelv nélkül is nevetségesek. Például ilyenek a mozgás által életre keltett humoros elemek. Ezek akár fordítás nélkül is működnek, pusztán a mozgás nyelve által. Ezek viccesek lehetnek például, amikor egy humoros figurát kerget egy vaddisznó, vagy például és szörny király, aki szerelmes egy nőbe, ami a mostani előadásban szerepelt. Ezek viccesek lehetnek, csak mozgás által is. De ami a dialógusokat illeti, ezeknek a humora alig ha működhetne fordítás nélkül. Ezért mondtam az előbb is és most is, hogy nagy köszönet illeti az Ekalája Művészeti Stúdiót, amiért egyrészt elhozták ezt az előadást ide, másrészt biztosították a fordítást. Az indonéz kormánynak is hálásak vagyunk, amelyet ez esetben a Magyarországon akkreditált indonéz nagykövet úr képvisel. Köszönjük nagykövet úrnak és minden munkatársának, hogy ilyen szívélyes fogadtatásban részesültünk. Tudjuk, hogy az élet nem könnyű, és a művész úr már hajnalban utazik tovább Prágába az ottani előadásokra. Én arra kérem meg őt, hogy a saját nyelvén köszöntse önöket. Saya sangat menghargai kepada
Nagyon köszönöm és nagyra értékelem minden nézőnek és a magyaroknak azt a lelkesedést, amellyel ezt a különleges indonéz művészetet fogadták, különösen azokat a vajang előadásokat, amiket itt Budapesten előadtunk. Remélem, hogy mindez, amit láttak és hallottak, hasznukra válik majd. És azt is remélem, hogy az indonéz ágybábjáték művészete további híveket szerez magának, szerte a világban. Holnap folytatjuk turnénkat, Prágába utazunk tovább. Kérem önöket, hogy szurkoljanak nekünk. Üdvözlöm a kedves nézőket, és sok sikert kívánok ennek a csatornának. Mohon doanya dan selamat untuk televisi ini dan sukses. Előadást gamelán zenekar kísérte, a Suraya Kenca A, amely az indonéz nagykövetség támogatásával muzsikál. Őket egészítette ki az a hat jávai zenész, akiket Kip Furbo Asmoro hozott magával Jáváról, tanítványok a saját iskolájából. So basically you have instruments, these are made out of pure bronze. Tiszta bronzból készültek a hangszer részek. So you have to give the dalang a melodic context, so that if he needs to suddenly start singing, he hasn't lost the tones in his head. Erről a gindert látjuk, ami segít a dalangnak abban, hogy megőrizze azokat a hangokat, amelyeket használnia kell, ha énekelni kezdene. And Papa Kitty is my husband. És a férje. És most szeretném önöknek bemutatni azt a hölgyet, akinek köszönhetjük, hogy egy turné során megismerhetjük ezt az ősi, tradicionális játékot, ami bizony nekünk különleges. Kici Emerson ül mellettem, és szeretnénk tudni, hogy mikor szeretett bele a vajangba. 2004-ben szerettem bele a vajangba. 1991-ben érkeztem Indonéziába, eredetileg gamelán zenét tanulni. Az árnybáb játékot pedig 2004-ben kezdtem el tanulmányozni Kip Furbo Asmoro dalangmesternél. És a kezdetektől fogva neki szerettem volna a fordítója lenni. Kíváncsiak vagyunk, hogy honnan jött a hölgy. Michigan államból származom, az Amerikai Egyesült Államokból. Az egész családom ott nőtt föl. Én voltam az első, aki elhagytam az otthonom. Egy kis tó mellett éltünk, én pedig a világ másik felére keveredtem azzal, hogy Indonéziába költöztem. S vajon ez a turné hány országot, hány előadást foglal magába? A turnét április 13-án kezdtük, 4 napot töltöttünk Budapesten, ez idő alatt a nagykövetségen próbáltunk a zenekarral, utána Pécsre mentünk, szintén 4 napra, ahol egy fesztiválon vettünk részt az előadással. A következő állomás Graz volt Ausztriában, az ottani művészeti egyetemen léptünk fel, a Minoritenzálban. Majd Pozsonyba mentünk egy fellépésre, később visszajöttünk Budapestre, holnap megyünk tovább Prágába, a turnét pedig 2 belga városban zárjuk, Brüsszelben és Turnéban. És május 9-én utazunk haza. Elbűvölő és valóban lenyűgöző ennyi helyen játszani, és gondolom, hogy nagyon fárasztó is. Én azt kívánom, hogy nagyon-nagyon sok tapsot kapjon az egész csoport. Köszönjük szépen! Fárasztó ez a sok utazás, de mindig felemelő látni, hallani a közönség reakcióját. Ez ad nekünk erőt, hogy tudjuk folytatni. Ah!
Elárulom önöknek, hogy késő este van, talán már nem is szombat, hanem majdnem vasárnap, de egy csodálatos napon vagyunk túl. Két különleges előadáson, amelyet a Magyar Zeneházában láttunk, de magát az előadást nem másnak, mint ő excellenciája Dimas Vahab úrnak köszönhetünk, akit szeretettel köszöntök itt a mikrofonomnál. Kedves ő excellenciája, hogy jut eszébe mindig meglepni minket valamivel? Először is, én egy művészetkedvelő ember vagyok. Ez az első. A másik, hogy nagyon sok barátom van Indonéziában, Jakartában, akik tudják szponzorálni ezeket a költségigényes programokat. Nagykövetként pedig feladatomnak tekintem, hogy az indonéz művészetet minél szélesebb körben megismertessem. Vajon a vajang, a vajang kilit hol foglalja el a helyét az indonéz tradicionális művészetben? A vajang kulitnak alapvetően két nagy történet folyam az alapja. A Mahabharata és a Ramayana. Ez a két eposz több száz kisebb történetből, epizódból áll. A vajang ezeket a történeteket használja, variálja, és ezeken keresztül beszél aktuális, mindenkit érdeklő problémákról. A vajangnak három fő központja van, Közép-Jáva, Nyugat-Jáva, vagy más néven Szunda és Bali. Mind a háromnak megvan a sajátos stílusa, mindegyik más, de az alaptörténet az mind a három esetben az előbb említett két nagy eposz. A gamelán zenéről már beszélgettünk többször is nagykövet úrral, most viszont egy különleges egységbefonódást láttunk a zene és a bábjáték között. Ez az alap? Ez az alap. A vajangnak több változata létezik. Van a vajang kulit, amit ma láthatunk, és aminek az esetében a bábokat bivaj bőrből készítik. Van a vajang golek, ahol a bábok fából készülnek, és háromdimenziósak. Van a vajang orang, amelyet emberek táncosak játszanak el. Továbbá a vajang szuket, ahol a bábokat szalmából és fűből készítik. Szóval nagyon sokféle vajang létezik, de a gamelán zene mindegyik esetében nagyon fontos szerepet játszik. Indonézia egy nagyon színes ország, több mint 300 négy csoport lakja, tehát ha valaki szeretné megismerni Indonézia művészetét, hát egy teljes év sem biztos, hogy elég lenne, hogy az összes művészeti ággal és fajtával megismerkedjen. Ah!
Mi ezt a mai napot, és általában az indonéz kultúrával való ismerkedést nagyon köszönjük a nagykövet úrnak, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy mondjuk úgy nyár végéig lesz-e még olyan érdekes dolog, amire szívesen látnák a magyar nézőket. Még két eseményt tervezünk nyár végéig. Ezekre Glóriát is mindenképp meg szeretnénk hívni. Az első az indonéz napok lesz június 17-én és 18-án. A második pedig talán szeptemberben lesz. Ez a Batik napok nevű rendezvényünk. Remélem, hogy ez utóbbi is megvalósulhat még az idén. Nagyon szépen köszönjük, Teri Makasi. A budapestieket nagy szeretettel látjuk ezekre az eseményekre, amelyek nyitott rendezvények lesznek. Tehát bárki eljöhet június 17-én és 18-án az indonéz napokra. Erre a kétnapos rendezvényre, ahol ismerkedhetnek az indonéz kultúrával, indonéz kereskedők fogják bemutatni portékáikat. Emellett a közönség tradicionális indonéz ételeket is kóstolhat, és a programot indonéz művészeti előadások is színesítik majd.